Igen, a Csipke, az Országos Csipke Egyesületnek is tagja vagyok, és ott is már nagyon sokat beszéltünk. Voltam több helyen, ahol és képekkel együtt, tehát egy prezentációszerű, és beszélgettünk róla, kérdezhettek, és úgy gondoltam, hogy most már a kutatásban azt össze. És tavaly a Néprajzi Múzeumon pályáztam ezzel az írással. Hát mondjuk örültem neki, hogy kiválóra minősítették, és letétbe helyezték az a adattárban, tehát kutatni lehet már ott. Tehát amit a Györfi családról összetudtam gyűjteni, magáról a csipkéről, a történetet leírtam, és az alapforgolást, és most a magáról a csipke készítését próbálom összeállítani.